Megosztja az Európai Parlament képviselőit, hogy az intézményben gyakornokoskodik az orosz elnöki szóvivő lánya, Elizaveta Peszkova. Dmitri Peszkov 2000 óta szolgálja Vladimir Putyint különböző tisztségekben. 21 éves lányát egy olyan francia politikus alkalmazta, aki támogatta a Krím Oroszországhoz csatolását. As a French. Francia hazafiként és állampolgárként soha nem tenném ki semmilyen kockázatnak hazám és az Európai Unió bizalmas adatait, mondta a Nemzeti Tömörülés tagja. Szégyen, hogy ezt a fiatal hölgyet az Európai Parlamentben tevékenykedő potenciális kémként emlegetik. Sokan azonban máshogy látják Brüsszelben. Az Európai Külügyi Szolgálat arról tett jelentést, hogy több száz kínai és orosz kém működik az EU központjában. Azt kell mondanom, hogy az olyan biztonsági szervezeteknél, mint a NATO, a szabályok teljesen egyértelműek, és ebben semmi személyes vonatkozás nincs, nyilatkozta egy litván európai parlamenti képviselő. Egy autoriter állam vezető beosztású katonatisztjének fia vagy lánya soha nem fog gyakornoki pozíciót kapni az Észak-Atlanti Szerződés szervezetében. Az Európai Parlament szerint Peszkova csak nyilvános iratokhoz fér hozzá.